Jó estét kívánok! Köszöntöm Önöket, kedves nézők, a következő percekben a Mintagazdát, a Kölcsey Televízió mezőgazdasági magazin műsorát látják. Mindenekelőtt nézzük a mai tartalmat. A múlt héten az őszi árpával megyeszerte megkezdődtek a mezőgazdasági betakarítások. Jelenleg már a munkálatok közel felével végeztek a gazdák. A kedvezőtlen időjárás ellenére a kalászos növények termése jónak mondható. Az őszi árpa helyenként kiemelkedően magas termés átlagot hozott. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 3600 hektár dohányültetvény van. A termés döntő részét az ULT Magyarország ZRT vásárolja fel, amely közel 800 termelővel áll szerződéses kapcsolatban. Az idén a Virginia típusúért 520, míg a Burleyért 410 forintot fizetnek. Szaktanácsadási és innovációs központot hoztak létre a Debreceni Egyetem Nyíregyházi Kutatóintézetében. A beruházás a magyar-szlovák határon átnyúló program keretében valósult meg, Európai Uniós támogatásból. Az új létesítményben a régió termelői megismerhetik a legújabb növénykísérleti eredményeket, de képzések indítását is tervezik az új központban. Az őszi árpa betakarításával megkezdődött az aratás megyénkben is. A kedvezőtlen időjárás ellenére viszonylag jó termés lesz az idén. A kalászos növények számára idén a többi növényi kultúrával ellentétben kielégítő volt az időjárás. Már a műtrágyázás időszakától elegendő volt a csapadék mennyisége. Az aszályos idő ellenére a szemkifejlődéskor is éppen annyi eső esett, ami egy közepesen jónak mondható termésátlaghoz szükséges. Nálunk is megkezdődött a mi megyénkben a betakarítása a kalászosoknak. Az árpával kezdődött, a múlt héten még egy ilyen 41 hektárt szinte csak belekóstolgattak a kombány kipróbálásában. Most körülbelül a 41%-a van betakarítva, a termés átlaga 4 tonnához közelít, de jeleztek 7 tonnás árpa területről is. Azt hiszem, a mi megyénkben ez a 7 tonna, ez csúcsnak számít. Ez köszönhető annak, hogy a kalászosokra jó időjárás volt az idén, akkor, amikor a műtrágyázás időszaka volt, akkor is kapott egy kis csapadékot, és szinte mindig. Most a betakarítási időszakban a szemkifejlődéshez is kapott egy kis csapadékot, bár a talajból sok milliméter csapadék hiányzik, de a kalászosoknak én úgy érzem, hogy kedvezett. Nagy vihar most nem volt, nem jellemző, hogy ledűtötte volna, és én úgy gondolom, hogy kifejlődtek a szemek, egy jó termés betakarítása előtt állunk a megyében. A gazdák számára kedvező volt, hogy a szeles, viharos idő is megkímélte a táblákat, így a következő hetekben, az őszi árpa után megkezdődhet az őszi búza betakarítása is. A nagyobb falat ugye az őszi búzának a betakarítása, 28 ezer hektáron termel a megye őszi búzát. Nagyon vegyes heterogén képet mutatnak a búzatáblák. A gyengébb jellegű területeken, ahol különösen nem volt csapadék, vagy nem időbe jött, ott bizonyos megszorulás is tapasztalható. Jobb területeken, illetve ahol kezelték, megfelelő fajtákat vetettek, ott úgy gondolom, hogy egy jó közepes termést lehet majd betakarítani. A betakarítás előtt fontos a járművek és az emberek megfelelő felkészítése. A száraz növények ugyanis gyakran okozhatnak tűzesetet a betakarítás közben. Az alacsony felvásárlási árak miatt a megytermelők többsége úgy döntött, hogy az idén nem értékesíti a gyümölcsöt, illetve hogyha a feldolgozók 70-80 forintos áron akarják átvenni csak a gyümölcsöt, akkor külföldi piacokat keresnek. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több száz hektár meggyűltetvény van. A tavalyi rekorddal szemben az idén átlagos a termés. Ezért sem értik a termelők, hogy a feldolgozók miért kínálnak ilyen alacsony árakat. Sajnos a hazai feldolgozóipar aránytalan alacsony árat, mélyen önköltség alatti árat kínál nekünk ebben az évben, ezért nem tudtuk elkezdeni a szezont, holott már egy hete dolgozni kell ezekkel a gépekkel. Igazából ezekkel a gépek, amit itt bent állnak, naponta több mint 100 tonna gyümölcsöt tudunk betakarítani, és az idén még egyetlen kilogramot se tudtunk lerázni. Mennyit kínálnak most a feldolgozók a meggyért? 70-80 forint közötti árat kínálnak jelenleg, de 100 forint alatti árat elfogadhatatlannak tartunk, hiszen sem a termés mennyiség nem indokolja, sem pedig a termelési költségek nem teszik lehetővé, hogy ettől olcsóban meggyet értékesítsünk. Azok a felvásárlók, akikkel a TÉSZ tagok kapcsolatban állnak, 60-70 forintot adnának most a meggyért kilogrammonként, holott a szűkített önköltségi ár legalább 100 forint. A feldolgozók azzal indokolják az ipari meggy alacsony felvásárlási árát, hogy a múlt évről még jelentős készleteik vannak raktáron.
45 hektáron gazdálkodunk összesen a családunk. Tavaly évben az alacsony felvásárlási árakat némileg kompenzálta az, hogy valóban hosszú évek óta nem látott mennyiségű termésünk volt. Idei évben viszont átlagosnak mondható termés mellett is a tavalyi árszint alatti induló ára indult a feldolgozóipar, ami egész egyszerűen ellehetetlenít bennünket. A szövetkezet tagjaként a szövetkezeten keresztül más értékesítési csatornákat fogunk keresni. Tulajdonképpen nem is tudjuk értelmezni azt, hogy miért van az, hogy külföldön ugyanezért a minőségű medgyért magasabb árat tudnak adni a feldolgozók, mint Magyarországon. Ennek nem így kellene lennie. Lehet annak az oka, hogy az elmúlt években azt tapasztalhatjuk, és az idén is ugye ez előjött, hogy gyakorlatilag a feldolgozók, hát gondolom, hogy tisztában vannak az előállítás költségeivel, mégis az önköltség alatti árat ajánlanak a termelőknek. Ez hogyan alakulhatott ki? Nem tudom, talán az imént utaltam arra, hogy ugye viszonylag ugye más az érdekérvényesítő képessége különböző csoportoknak, lehet, hogy ebből fakad. Mindenesetre furcsa, hogy Magyarországon ennyire alacsony árak vannak, mikor külföldön a feldolgozók meg tudnak magasabb árakat adni. Tehát ennek valamilyen működési mechanizmusban bizonyára van valamilyen probléma. Ez nem a mi térfelünkön kellene megoldani, hanem az övékén. A megytermesztés az több fázisból áll össze. Tehát vannak először egy növénytermesztésnek költségei, a növénytermesztéshez van növényvédelem, öntözés költsége, maga a termesztési dolgok, a meccés, talajmunkák, egyéb dolog. Van egy betakarítási költsége a megynek, a betakarítási költség után pedig egy szállítás, egy posztharvestes költségek, esetleg hűtés, ilyesmi, hogy jó minőségbe a feldolgozóhoz kerüljön. Ez nagyjából, ha összeszámoljuk, ez 100 forint nagyságrendű összeget tesz ki nettóba, és innentől még nem számoltunk amortizációt és egyéb nyeresége dolgokat, tehát nincs rajta még semmilyen nyereség a gazdálkodónak. Ilyen árak mellett úgy kell számolni, hogy inkább veszteségként elszámolom a termelési költség ezen a részét, és nem fogok beszállítani, nem vállalom a kockázatot, hogy ilyen alacsony árak mellett ilyenkor a feldolgozó is válogatni szokott a megy és tételek között, és esetleg visszaküldi a megyemet, és plusz költségként a betakarítást is felvállaljam. Ha nem fizetik meg a költségemet, és úgymond a kockázati dolgokat, akkor nem fogok beszállítani megyet idejében a feldolgozók számára. Beszéltünk arról is egyébként, hogy ez esetleg akár a megytermesztés jövőjét is veszélybe sodorhatja? Tehát a gazdálkodók hogyan gondolkoznak, ha mindig a árakkal kell, hogy megküzdenek? Ez hosszú távon eredményezheti azt, hogy ugyebár szelektálódik a termelői létszám, tehát akik eleve már nem tudnak gépi betakarítással meggyet bevinni a feldolgozó, azok már nem versenyképesek a mai napon, mert a élő munkaára sokkal drágább, mint a gépi munkaára. Én úgy gondolom, hogy a feldolgozóipar maga alatt vágja a fát ezzel, mert hogyha nincs termelői oldala, akkor őnek is nincs mit beraknia a befőttbe és áruként a piacra vinnie. Szabolcs-Szatmár-Berek megyében 3600 hektár dohányültetvény van. A termés döntő részét az ULT Magyarország vásárolja fel, amely egyébként közel 800 termelővel áll szerződéses kapcsolatban. Egészségesen fejlődnek a megye dohányültetvényei, ahol az aktuális talaj és növényvédelmi munkák mellett a csapadékra várnak leginkább a termelők. Az ULT Magyarország már tavasszal megkötötte a szerződést közel 800 gazdálkodóval az idei termés megvásárlásáról. Az ágazat támogatási rendszerének változása miatt több száz hektárral csökkent a dohány területe a megyében. Gyakorlatilag a május végén, június első hetében befejeződtek az ültetések, ezt követően elkezdődtek az aktuális talajművelési, növényápolási munkák, húzatások, kapálások, öntözés, ugye, úgy tűnik, hogy szeszélyes az időjárás is. Egyes területek megáznak, nagyon sok esetben viszont nincs csapadék, úgyhogy ezek mellett nyilván várja mindenki az általános csapadékot. Szokás szerint kétfajta dohányjal termelünk Magyarországon, mind a kettőre szerződést kötöttünk az idén is. Vizsgálni dohányból mintegy 2400 hektárt sikerült leszerződnünk, ez körülbelül egy 300 hektárral kevesebb, mint az előző évi volt. Bőrliből pedig 1200 hektár. Ez talán 30-40 hektárral kevesebb, mint az előző év volt. A terület mellett nyilván számunk nagyon fontos, hogy milyen mennyiséget termelnek meg a dohánytermelők. Úgy gondoljuk, hogy ezen a
durván 3600 hektáros területen mintegy 7000 tonna dohány megtermelésére lehet számolni. Vezérigazgató úr, korábban is beszélgetünk már arról, hogy az idei évtől megváltozott az ágazat támogatási rendszere, az uniós támogatást már nem kapják a termelők, ezért a kormány hazai forrásokból próbálja pótolni a kieső támogatást. Beszéljünk erről egy kicsit, ez mennyiben befolyásolta a szerződéskötéseket, illetve mennyiben befolyásolta a termelőket abban, hogy megkezdték a dohánytermesztést, vagy vannak-e olyanok, akik befejezték? Igen, azt gondolom, hogy mind az elmúlt időszakban is, ahogy visszatekintünk, minden ilyen váltás, ami a termelési körülményeknél előállt, belértve a támogatásokat is, az bizonytalanságot szült a dohánytermelők körében. Így volt ez az idén is. A dohánytermelők a szerződés pillanatában nem igazán látták, hogy milyen támogatás, konkrétan milyen támogatási formában és milyen összegben fognak részesedni, függetlenül attól, hogy ez nagyon sok helyen elhangzott. Ezért néhányan sajnálatos módon abba hagyták legalábbis ebben az évben, és nem termelnek. Ugye említettem, hogy mintegy 300 hektárral kötöttünk kevesebb szerződést ebben az évben. Ennek nagy része az oka, hogy vagy részben, vagy kiöregedtek, megbetegedtek, vagy az a bizonytalanság miatt nem vállalták a termelési kockázatot. Most már azért elmondhatom, hogy teljes mértékben körvonalazódik az évi támogatás, hisz az átmeneti nemzeti támogatásról már a rendelet korábban megjelent. Az úgynevezett csekély összegű vagy de minimis számogatásnak a rendelete jelen pillanatban szakmaközi egyeztetésen van. Ezt követően lesz lehetőség a dohánytermelőknek, hogy ezt a fajta támogatást is igényeljék és biztosítsák maguknak. Elmondhatjuk, hogy a két támogatás együttesen körülbelül egy 900.000 forint per hektáros támogatáshoz juttatja azokat a dohánytermelőket, akik a rendeletbe foglalt feltételeknek megfelelnek. A felvásárlás akkor hogy alakulnak az idén? Nyilván, amikor árról, áremelésről beszélünk, akkor mindig két oldal van. Nyilván a termelőknek soha nem elég, mi még mindig azt mondjuk, hogy az is sok. A viccet félretéve azt gondolom, hogy sikerült átstruktúrálnunk az ez évi árképzésünket. Változatlanul két fontos összetevő van a felvásárlási árunknak. Van az úgynevezett minőségdifferenciált alapár. Ennek a mértékét az előző évhez képest mintegy 30%-kal növeltük. És van az úgynevezett mennyiségi felár, vagy mennyiségi prémium. Ennek a mértékét 150%-ban állapítottuk meg, az idén ez kevesebb, mint az előző évben volt. A hozamokat pedig az 1350 kilóról felemeltük 1550 kg per hektár, tehát e fölötti mennyiség esetén fizetünk nyilván a teljes termésre mennyiségi felárat. A kettőnek a hatása, ha mondjuk egy 2 tonna per hektáros hozammal számolunk, akkor úgy gondolom, hogy egy olyan 5%-os átlagos alapáremelést jelent ez a fajta megoldás. Az idén a Virginia típusúért 520, míg a Burleyért 410 forintot fizetnek átlagban a termelőknek. A dohányültetvények 80%-a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található, így a térség foglalkoztatási helyzetében is fontos szerepe van az ágazatnak. Szaktanácsadási és innovációs központot hoztak létre a Debreceni Egyetem Nyíregyházi Kutatóintézetében. Az új intézményben a megye, illetve a régió gazdálkodói megismerkedhetnek a legújabb termesztési módszerekkel, illetve a legújabb vetőmagfajtákkal. Az Agrárinnovációs Szaktanácsadási Központ elsődleges feladata, hogy a termelőkkel megismertesse a legkorszerűbb növénytermesztési technológiákat, illetve azokat a vetőmagfajtákat, amelyekkel a Nyíregyházi Kutatóintézet kísérleteket folytat. A beruházás a magyar-szlovák határon átnyúló program keretében valósult meg 100%-os Európai Uniós támogatásból. 2015-ben nyertünk egy pályázatot, amelyben vállaltuk, hogy a magyar és szlovák határon átnyúló régióban létrehozunk egy agrárinnovációs szaktanácsadási központot. Ennek elsődlegesen az a célja, hogy a térségben élő gazdálkodókat megismertessük a kutatásaink eredményeivel, a növényfajtáinkkal, mindezt a határ innenső és túlsó oldalán egyaránt. A Mihalovcai Nagy Mihály Mezőgazdasági Kutatóintézettel van már évekre visszanyúló kapcsolatunk, és velük együtt sikeresen pályáztunk immár második alkalommal. Ők elsősorban talajművelési kutatásokkal foglalkoznak a kassai régióban, mi pedig a növénynemesítési és egyéb kutatási eredményeinket kívánjuk így megismertetni a gazdálkodókkal, illetve a felhasználókkal.
Említettük, hogy tulajdonképpen szolgáltatást fognak majd nyújtani. Hogy fog működni ez az intézet, és hát hogyan vehetik majd igénybe azok a gazdálkodók, akik szeretnének minél jobb minőségű növényeket termelni? Több szintű szolgáltatást kívánunk nyújtani mind a két régióban. Egyrészt ugye fizikálisan megépült ez a szaktanácsadási központ, ez azt jelenti, hogy kvázi nyitott ajtókkal állunk a termelők rendelkezésére, tehát bárkinek személyesen kérése, kérdése van, vagy meg szeretné tekinteni azokat a növényeket, technológiákat, amikkel foglalkozunk, ezt megteheti. A második lépcső, amikor szervezetten szaktanácsadási napokat, esteket rendezünk, ahol tematikus rendszerben különböző növényfajokat, technológiákat, előadások keretében, illetve magában a kivitelezésben, a gyakorlatban is bemutatunk a gazdák számára. Illetve a harmadik lépcső, létrehoztunk egy online szaktanácsadó felületet, ahol az interneten keresztül is állunk a termelők és a kutatási eredményeinket felhasználók számára. Röviden mutassuk be egy kicsit az épületet, ami elkészült, mi minden található itt, és milyen szolgáltatásokat tud nyújtani. Maga az épület egy régi épületünk felújításával készült el. Két szintre tagozódik, a felső szinten található az elméleti oktatáshoz, képzéshez, ismeretátadáshoz szükséges infrastruktúra. Egy előadóterem, egy könyvtár olvasóteremmel, illetve egy 10 számítógépből álló online központ, amit a gazdák igénybe vehetnek. A földszinten pedig elsősorban a gyakorlathoz kapcsolódó helységek találhatók, ahol növénymintákat tudnak, növényeket tudnak fizikálisan megvizsgálni, betekintést nyerhetnek abba a tevékenységbe, amit végzünk, illetve felújítottunk egy üvegházat, amiben évszaktól függetlenül tudunk bemutatni növényeket, technológiákat, kísérleteket, illetve különböző kutatási módszereket. Igazgató úr, beszélhetünk arról, hogy az új létesítmény, ez a szaktanácsadási és innovációs központ hozzásegítheti mondjuk a régió termelőit ahhoz, hogy a legkorszerűbb, legmodernebb technológiákat tudják alkalmazni a mezőgazdaságban, és ezáltal jövedelmező termelést tudjanak végezni? Hát elsősorban ez a cél, és ez a célja a kutatóintézetnek is. Ugye mi szerepünk a régióban egy kicsit speciális, ugyanis az új technológiák mellett foglalkozunk olyan növényekkel, olyan technológiákkal, amelyek Magyarországon kevésbé elterjedtek, ugyanakkor létjogosultságuk van, tehát olyan növényekkel foglalkozunk, amelyek például pohánka, őszilencse, szab, bükkönyfélék, amelyek a köztudatban kevésbé ismertek, ugyanakkor a növény hasznosságát nem kérdőjelezhetjük meg, illetve ma már a különböző európai uniós irányzatok is arra sarkalják a termelőket, hogy ezeket a növényeket fokozatosan vegyék a termelési repertoárjukba, és ebben a tekintetben is állunk a termelők rendelkezésére. Még néhány szót mondjuk esetleg az anyagi kondíciókról, tehát egy európai uniós projekt keretében valósult meg a beruházás, saját erőt kellett ehhez biztosítani, és mennyibe került ez a beruházás? A mindkét fél számára elnyert összeg az 800 000 euró, illetve a finanszírozás 85%-ban európai uniós, 15%-ban pedig állami finanszírozása volt, tehát az intézet, illetve a partner intézmény is önerő nélkül tudta ezt a pályázatot igénybe venni, ami azt gondolom egy nagyon kiváló konstrukció, és ennek köszönhetően tudtuk megvalósítani ezt a fejlesztést. Egy új szabályozás értelmében lehetőségük van a mezőgazdasági vállalkozóknak arra, hogy közfoglalkoztatottakat alkalmazzanak a mezőgazdasági idénymunkák idején, hogy milyennek a formája és hogyan vehetők igénybe a közfoglalkoztatottak. Erről kérdeztük az Agrárkamara elnökét. Az én információm szerint az lesz, hogy a polgármesteri hivatalba felmenjünk, akkor az önkormányzat polgármestere el fogja engedni azokat az általa foglalkoztatott, közfoglalkoztatottakat idénymunkára, akiket a mezőgazdasági vállalkozások igényelnek. Ez eddig is a sok helyen ugyanígy történt meg tavaly is, mert azok a polgármesterek, akik jó kapcsolatot tartanak a mezőgazdaságban vállalkozókkal, azok eddig is elengedték fizetetlen szabadságra, úgyhogy ez a tavalyi évben is így volt. Most az önkormányzatok, polgármesterek részére ez már kötelező jelleggel jelent meg. A másik változás, hogy a 90 napos vállalkozás 120 napra növekedett, és meg lehet szakítani az idénymunkát is úgy, hogyha mondjuk egy hónapot dolgozik a metszésben, akkor 3 hónapot esetleg dolgozhat majd almaszedésben vagy dohánytörésben. Szóval nem kell egyszerre letölteni a 3 hónapot vagy a 4 hónapot. Mit gondol, mi a tapasztalat? Örülnek ennek a gazdálkodók, vagy hogyan fogadják ezt? Hát a gazdálkodók örülnek minden olyannak, ami most gondjuk volt tavaly ősszel is, meg félnek, hogy gond lesz ez is, de
azt nem sikerült megvalósítani azokat a megfogalmazásokat, hogy valahogy motiválni kellene ezeket a közmunkásokat arra, hogy vágyjanak ki a versenyszférába. Ez a motiváció lehet az egyik, hogy ugye a pénzzel. Mi nekünk volt egy olyan javaslatunk, hogyha csak a béri és a járulékainak az 50%-át megkapná a vállalkozó, azt, amit most az önkormányzat 100%-ban megkap, és ennek egy részét át tudná adni a foglalkoztatottnak, akkor már képződne egy olyan bevétel a foglalkoztatott számára, hogy azért lehet, hogy úgy gondolná, hogy már nem közfoglalkoztatottként keres mondjuk 2500 forintot, hanem 6000 forintot keres a versenyszférába, és talán ott is tudna maradni, ha ezt a 4 hónapot esetleg egy évre lehetne növelni, aki úgy gondolja, hogy nem kíván itt részt venni. Ugyanis sok helyen elmondtuk azt is, hogy ha a önkormányzatnál dolgozik, mint közfoglalkoztatott, és az időjárás nem engedi meg, hogy dolgozzanak, és akkor előfordul ez 4-5 nap is, akár egy hónapban, arra 4-5 napra is fizetést kap. Ha elmegy a versenyszférába, azokon a napokon, amikor nem tud munkát végezni, azokra munkabér se jár. Úgyhogy előfordulhat az, hogy a közmunkán ugyanannyit keres, mint a versenyszférában, hiába mondjuk, hogy napokon, azokon a napokon akár 2000 forinttal is többet keres, de kevesebb napot tölt el, mert az időjárás ilyen. Ha 90 napot el tudnánk érni, akkor 54 milliárd forint maradna meg a költségvetésnek, és akkor én úgy gondolom, hogy ha azért a nagy többség 12 hónapot végdolgozza, akkor azoknak, akik most közmunkán vannak, azok is beáldozhatnának, hogy 30 vagy 60 napot a versenyszférába. Mit gondol, hogy mi ennek az akadálya esetleg, hogyha ez nem valósul meg, vagy hogyan valósulhatna meg ez a javaslat? Én szerintem sokan nyilatkoznak, vagy védik most. Én se vagyok a közmunka ellen, mert akinek nincsen munkája, annak mégis valamilyen bevételi forrás, de el is kényelmesítsük úgy az embereket, hogy sokan nem is akarnak elmenni dolgozni. Azok se, akik megtehetnék, egészségesek, fiatal emberek. Az almaszedést, ha az őszi betakarítást megnéznénk, vagy megnézi valaki, mert meg lehet nézni, hogy kik után fizetik be az 500 forintot. Azok mind ilyen 60 év körüli emberek, akik elmennek dolgozni. Nem a 18-20 meg 25 évesek után van befizetve a járulék. Döntés született arról, hogy a közfoglalkoztatottak az idénymunka alkalmával mezőgazdasági vállalkozókhoz is kiközvetíthetők. Hogyan segítheti ez a termelőket? Hiszen itt szó volt arról, hogy évek óta gond az, hogy az idénymunkákor nem találnak embert, amikor a betakarítás van. Igen, ez így igaz. Ez különösen jelentkezik a kertészeti kultúránál. Tudnék nyáron idénymunkás sokkal lehet megoldani ezeket a dolgokat, ugye mivel ősztől tavaszig nincsen szükség idénymunkásokra, viszont ez a nyári 30 nap vagy 40 nap, ki mennyire van kiközvetítve, ez nagyon-nagyon jó tesz a gazdálkodóknak. Hogyan tudják majd igénybe venni ezt a fajta lehetőséget, erről tudnak-e már pontos dolgokat? Nagyjából tudunk egy pontosan, ez azért nehéz így előre megmondani, mivel ugye az időjárás függvénye minden kertészeti kultúra, tehát konkrétan nem lehet meghatározni, hogy most melyik időben, mert nyilván időjárás függvénye, most sajnos ez az iszonyatos nagy meleg, ez mindent felgyorsít, tehát könnyen elképzelhető, hogy az elmúlt évekhez képes most hamarabb lesz szükség az ilyen idénymunkákra. Mennyi időre van szüksége egyébként általában a mezőgazdasági vállalkozóknak az idénymunkások? Döntően ott van jelentősége, a kertészeti kultúra van, mert a szántóföldi növényeket, gondolok itt búza, repce, stb., tehát az aratásnál olyan nagyon nincsen, illetve a zsákolásnál, illetve hogyha valamilyen jellegű dolgot, de mondjuk uborka, paradicsom, paprika, dinnye termesztésnél nagyon nagy jelentősége van. Kedves nézők, az elmúlt percekben a Mintagazdát, a Kölcsey Televízió mezőgazdasági magazin műsorát látták. Ezzel az összeállítással legközelebb egy hónap múlva jelentkezünk. Addig is minden jót, viszontlátásra!